van néhány résztvevő az olcsó navigáció piacán, ilyen a Navitel is, jelenleg igazából ő kapható a legolcsóbban, olyan 21-2000 forintért kapható az E500-as készülék. Igazából semmi komolyat nem tud, tehát amit várhatunk tőle az az, hogy elvezet A-ból B-be, nincsen online kapcsolat, tehát nem látja a jelenlegi forgalmi információkat, viszont az utat így is mutatja. Amiben ő nagyon jó, az az, hogy teljes Európa térképet ad, ráadásul élethosszígtartó frissítést, amit online elvégezhetünk otthon, a saját számítógépünkön nagyon kényelmesen és egyszerűen villámgyorsan lefrissíti a rendszert bármikor, amikor csak szeretnénk. A készülék maga egészen egyszerű, nagyjából akkora, mint egy okostelefon, 5-szoros kijelzője van, ez rezisztív, nem az okostelefon fél, amit csak finoman érinteni kell, hanem ez a nyomkodós fajta, de van hozzá kis pálcika is, azt is kapunk, pillanatok alatt bekapcsol. A kijelzőjének a fényereje egyébként egész jó, amikor rásüt a fény, akkor is egész jól látni a képét, megtalálja a műholdat egész gyorsan. Picit haladni kell hozzá, de az első métereken összeszedi magát, és... Csak fokozva a műholdakhoz. Most meg sem mozdultam például, és már is megtaláltam a műholdat. Van hozzá természetesen ávány, van hozzá töltőkábel, van hozzá szivargyújtós töltőkábel, tehát az autóban is nyugodtan fel lehet rakni tölteni, és fel is kell, mivel nagyjából olyan fél órát bír ki az akkumulátora. Ha már valami olcsó, akkor próbálják a gyártók úgy eladni a terméket, minthogyha bonyolultnak tűnne, és minthogyha nagyon részletes lenne. A Navitel viszont nem ilyen, sőt, ez a jobbik verzió, mivel a menürendszer is egészen egyszerű. A főmenü az 4 darab kockára van osztva, elég nagyok az akciógombok, így lényegében bárhova kattintunk, teljesen jól meg tudja találni azt, hogy éppen mit szeretnénk, és ez vezetés közben is nagyon jó, mert nem kell az apró kis ikonokat keresgélnünk és vadásznunk, és csak oda pöttyinthetünk, ahol a kis ikon van, nem, itt a nagy kockán belül bárhová pöttyintünk, megtalálja. Címbeírás is nagyon egyszerűen működik, bárhogy hozzáérünk, teljesen jó, de van hozzá kis pálca is, hogyha nem bízunk az ujjunkban, akkor azzal is precízebben lehet pötyögni. Ügyesen megtalálja egyébként a címeket, azért volt néhány hely, amit úgy nem igazán ismert, és a kereszteződések sem a legfrissebb verzióban vannak a térképen, de hogyha van egy kis tényleg minimális helyismeretünk, vagy pici gógyink ahhoz, hogy tájékozódjunk, akkor meg tudjuk találni a megfelelő útvonalat. A Navitel E500 igazából egy segítség, és nyilvánvalóan nem a városban lesz ennek haszna. Mivel online kapcsolat nélkül a jelenlegi forgalmi információkat nem tudja velünk közölni, tehát ő a legrövidebb úton fog vinni, csak az lehetséges, hogy a legbedugultabb útvonal lesz. Szóval ilyen helyzetben nem igazán használható, viszont hosszabb úton, hogyha esetleg külföldre megyünk, ugye ezért is jó, hogy teljes Európa térképe van, amit ugye frissít is folyamatosan, mert külföldön a telefonos adatkapcsolat most már ingyenes, de korlátozott, tehát akinek van itthon adatforgalma, az kint is használhatja, de csak egy bizonyos ideig. Ez viszont vezetni fog, mert nincs online kapcsolat, nincs mivel foglalkozzon. Ő mutatni fogja nekünk az utat. A Navitel E500 tehát egy egész egyszerű készülék, mondom, tényleg a legolcsóbb, ilyen 21-2000 forintokért lehet őt megkapni, attól függ, hogy éppen melyik boltban jutunk hozzá. Arra tökéletes, hogy elvigyen A-ból B-be, városban viszont érdemesebb valami online rendszert használni. A hangutasítás nem a legjobb, nagyon furcsa szórendet használ. Készülj! Múlva 250 méter. Fordulj jobbra! Látszik, hogy ez éppen csak egy összekalapált rendszer, de azért érthető, tehát hogyha nem húzzuk fel magunkat azon, hogy éppen milyen sorrendben mondja nekünk a teendőket, akkor abszolút érthető az, amit szeretne mondani.